Biztonságosabb lett a közlekedés Bőnyben. A településen átvezető forgalmas út nagyon rossz állapotban volt, ezért a felújítással már nem lehetett tovább várni. A kialakítás során figyelembe vették az itt élők kérését is, ezért nem csak a burkolatot cserélték ki, amint egy 2 kilométeres szakaszon. A tervező fele külön igény volt, hogy a falu központjába, a csomópontba közlekedés biztonságát kedvező körülmények között tudjuk kialakítani, ezért új gyalogos átkelőhelyek kerültek kialakításra, kijelölésre, forgalomterelő szigetek kerültek megépítésre, illetve a meglévő megállóhelyek autóbuszöbölbe kerültek kialakításra. De nem csak a Bőnyi az egyetlen út a megyében, amelyik megújul. Emellett egyébként nagyon sok karbantartási munka zajlik, mintegy 10 milliárd forint értékben újulnak meg 4-5 számjegyű utak a megyében, és összességében pedig új utak, gyorsforgalmi utak, autópályafejlesztések pedig 600 milliárd forint értékben zajlanak, tehát úgy gondolom, hogy soha nem látott fejlesztés jön ide a megyében az utakkal kapcsolatban. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány garanciát ad arra, hogy a felújítások az elkövetkező időben nem állnak meg. Összességében én úgy látom, hogy a Magyar Falu Program, a kormányzat által indított Magyar Falu Program az egy garancia arra, hogy az elkövetkezendő években folytatódjanak a 4-5 számjegyű utak felújításai, magyarul a vidék Magyarországa számára is élhető, közlekedhető utakat fogunk tudni biztosítani. Bőny útjainak 80%-a kormányzati pénzből újult meg, a mostani fejlesztés 322 millió forintba került.